Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt az Új Szó Stúdió idei utolsó adása, ahol most is a szlovákiai magyar közélet jeles képviselőivel aktuális témákról beszélgetünk. A mostani műsorunkban áttekintjük a politikai szempontból is rendkívül mozgalmas 2023-as évet. Ebben Hangácsi István, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa lesz a segítségünkre. Az első kérdésem tehát az: Eduard Heger és kormánya milyen körülmények között kezdte meg az ország irányítását 2023-ban? Érdemes azt tudni, hogy a Heger kormány 2 évig működött, pontosabban 2021 áprilisától 2022 decemberéig, amikor is megbukott a bizalmi szavazáson, de gyakorlatilag 2023 májusáig kitartott, mert hogy egy ügyvivő megbízott kormányként működött, amelyet a köztársasági elnök bízott meg, és aztán, hogy az SZSZ teljes mértékben elhagyta a kormányt, és kisebbségbe került, onnantól kezdve aztán gyakorlatilag az ódol kormány, a szakértői kormány vette át a szerepet, amely egyértelműen már az államfőnek a összeállításában működött. Tehát addig ugye az megelőző időszakban a Heger kormány, mint politikai pártok képviselői, illetve jelöltjei működtették, és utána a szakértői kormány pedig már az államfő által kijelölt szereplők, szakértők, független, tehát politikától független szereplők vitték. Ugye Eduard Heger és kabinetje az évet gyakorlatilag ezek szerint akkor úgy kezdte, hogy ők már látták maguk előtt azt, hogy nem fogják tudni kitölteni az egész kormányzati ciklust. Milyen hatással volt ez a Heger kormány működésére, tehát azok az intézkedések, amelyeket ők át akartak vinni, mennyire tudtak megvalósulni úgy, hogy Damoklész kardja egész végig a fejük fölött lengett? Azt gondolom, hogy amit a kormány mond hatalmi szempontból, tehát a parlamenten belüli hatalmi helyzetből meg tudott tenni ezekkel a feltételekkel, abból a legtöbbet igyekezett azért kihozni, és gondoljunk arra, hogy bizonyos szintű törvényi reformokat hajtottak végre, legyen az a nemzeti parkok esetében a kórházak finanszírozása kapcsán, és ami még fontosabb volt ekkoriban, az energiaellátás, ezt azért tudták biztosítani, ezek voltak azok a pontok, azok a főbb intézkedések, amit megtettek, illetve hát tovább vitték a Matovicsi örökséget, hogy mondhatjuk így, méghozzá azt, hogy az ország külpolitikai orientációja azért töretlenül euroatlantista maradt, bár nagyon sokan rettegtek attól, hogy itt most valamiféle fordulat állhat be, illetve azt az ászlós hajót, amivel gyakorlatilag Matovicsék kampányoltak korábbi időszakban, illetve a Hegerék is gyakorlatilag ebben bíztak, hogy ez aztán tudja őket tovább vinni a holtpontokon, ez pedig az úgynevezett elszámoltatás, pontosabban a gazdasági, politikai bűncselekmények tisztességes kivizsgálása, hogyha így szebben csomagoljuk a dolgot. Viszont ezek voltak azok az ügyek, amelyek azonban nem tudták elfelettetni és elhomályosítani azokat a problémákat, amelyek a koalíción belüli problémák voltak, tehát a vezetetlenséget mondanám itt. Tehát alapvetően ez a kormány ugye megbukott 2023-ra, és nagyon látszott is azon, hogy próbálja addig csűrni, csavarni, míg a számára talán a legjobb módon alakulnak majd az előrehozott választásoknak a feltételei. Ez ugye 2023. januárjában derült ki, hogy mikor lesz ugye az előrehozott választás, ez ugye szeptember. Ezzel kapcsolatban, ne haragudj, hogy megszakítlak, ezzel kapcsolatban kijelenthető az, hogy az a hosszas folyamat, ami az előrehozott parlamenti választásnak a dátumának a meghatározása körül volt, az annak az oka az volt, hogy a kormányzati szereplők megpróbálták megtalálni a számukra legalkalmasabb időpontot az előrehozott választás lebonyolítása számára? Hát a történelem, ha így igazolná azt, akkor a demokrati például benne lenne a parlamentben, hogy Heger vezette ezt a pártot, ugye most már nem ő a pártelnök, illetve a többi párt is úgymond jó szerepelt volna, mondjuk úgy, tehát például a Smerodina is bejutott volna a megmérettetés során, illetve hát akkor bizonyos szempontból ők is beleszólhattak volna a kormány alakításba, de hát egyáltalán nem az ő magukra hozta ezt az egész
dátumkeresési mizériát, hanem pont, hogy az ellenzék, ugye a mai kormánypárt tudott ebből hasznot húzni, vagy kormánypártot tudtak ebből hasznot húzni. Én azt gondolom, ez is azt mutatta, ez az időpontkereséses történet azt mutatta, hogy mennyire vezetetlen volt ez a kormány, tehát hiába volt meg annak idején a Matovicséknak és Hegeréknek az elején a választási győzelme, pontosabban a parlamenti többség, sőt alkotmányos többség, de ez nem stabilizálta a helyzetet, tehát a kormánykoalíció igazából nem tudott kohézív lenni, nem volt egy átfogó víziója azon kívül, hogy igazából rendet kéne csinálni az országba, de hogy ezt most hogyan tételesen, hogyan működtetnék, azt nem igazán tudták megvalósítani, és megértetni a választókkal sem. És hát nyilván volt egy Covid-pandémia, annak meg annyi frusztrációjával és olyan hatásaival, amivel azt gondolom bármilyen más kormány is megszenvedett volna, nem csak ezek, de azért ilyen helyzetben nem egymást kellett volna támadni, és azért ez a helyzet ez fennállt a Heger kormányok idején, és nem csak a Matovicsék esetében, és hát nem követték le a társadalmi hangulatváltozásokat. Tehát azt például, hogy megengedték, hogy Fico véghez vigye a szinte számára ingyen országos népszavazást, és gyakorlatilag az ő ingyenes pártpreferencia felmérése volt, és gyakorlatilag, ha összeadjuk majd a későbbi választáson elért Halasz, Smer, SNS eredményeket, nagyjából kihozza az 1,2 millió választót, akik elmentek és részt vettek ezen a népszavazáson, és Fico javaslatai mentén szavaztak. Idézzük föl a nézőink számára, hogy egész pontosan miről is szólt ez a népszavazás. Igen, ez azok közé, a népszavazások közé tartozik, amely alapvetően nem volt sikeres Szlovákiában, tehát érvénytelen lett, ugye a legtöbb népszavazás Szlovákiában érvénytelen lett, és azt az érdemes tudni róla, hogy ez arról szólt, biztosan azért emlékeznek rá azok is, akik nem vettek rajta részt, hogy gyakorlatilag egy alkotmánymódosítást akartak volna kieszközölni méghozzá népszavazás útján való lemondatását a kormánynak, illetve a kormányzati ciklusnak a lerövidítését, ami gyakorlatilag majd hogy nem a parlamenti demokráciának a végét jelentette volna, hiszen ezen túl bármelyik másik párt, hogyha ezt alkotmányban rögzítik, az arra játszott volna, hogy majd úgyis népszavazást kiiratunk, elérjük, hogy ez megtörténjen, és majd akkor lerövidítjük az adott kormányzatnak a kormányzói ciklusát. Tehát gyakorlatilag megbénították volna egyrészt az egész kormányzást, másrészt a parlamenti demokrácia gyakorlatilag feleslegessé vált volna, hiszen ha mindenki arra játszik, hogy előrehozott választások legyenek népszavazás útján, akkor igazából nem kormányoz senki. Na és ennek a lényege az volt, hogy gyakorlatilag a szélső jobb oldal, tehát a Republikával, amelyik szintén nem jutott be aztán az előrehozott választások során, tehát egy hatalmas nagy kampányt csináltak, ugye Fico ezt az egész kampánytörténetet 21-ben kezdte, 22-ben folytatta, és gyakorlatilag 23-ra csúcsosodott ki, tehát ő 3 évet végigkampányolt, mondhatjuk így, 2-3 évet, és gyakorlatilag aztán meg is ette a partnereit, ahogy szokta, tehát a Republikát is szépen elfogyasztotta, hiszen a végtére is, bár együtt érték el az aláírások összegyűjtését, és együtt próbálták ezt a közbeszédet uralni, végül is ő húzta belőle a legnagyobb hasznot. Mármint Robert Fico. Térjünk még vissza egy kérdés erejéig a kormánykoalícióra, mármint a 2023-as évet a kabinetben elindító kormánykoalícióra. Ugye formálisan 4 párt alkotta ezt a koalíciót, ugye a Matovics-féle Olano, a Richard Sulik vezette SAS, a Boris Kollár Smerodina pártja, és a Zaluji is. Ugye vannak különböző gondolatmenetek arról, hogy hát az Olanóban is többféle párt, kisebb párt, frakció és egyéb mozgalom egyesült, de formálisan 4 szereplő alkotta ezt a kormánykoalíciót. Ha azt keressük, hogy ennek a kormánykoalíciónak, illetve a kabinetnek a vezetetlensége, kinek a felelőssége, akkor te kit neveznél meg első, másod és harmadsorban? Alapvetően, amikor egy kormánykoalíció alakul meg, akkor, és most általánosan beszélek, akkor mindig ugye a legerősebb párttól várják el, hogy akkor ő fogja diktálni a ritmust, ő fogja meghatározni, hogy hogyan lesznek leosztva aztán nyilván a különböző tárcák,
melyek lesznek azok a legfontosabb programpontok, nyilván a többiek igazodnak hozzá, és próbálnak ugye vele szemben valamiféle egyességet, kompromisszumot kötni, hogy mindenkinek jusson és maradjon is keske és káposzta alapon. No már most Matovic, ő tipikusan az a személy, az a vezető, aki a káoszt szereti. Láttuk, hogy ő igazából egy kiváló ellenzéki szereplő volt, ellenzékből kiválóan tudott kommunikálni, kiválóan tudott hergelni, kiválóan tudott megakasztani különböző eseményeket. Heger pedig a másik oldalon egy ilyen nagyon visszafogott, egy ilyen klasszikus menedzser, aki megvárja, amíg mindenki elmondja a véleményét, és majd utána eldöntjük, de közösen. Tehát igazából két teljesen ellenpólus, két kormányzását láthattuk, és ugye Heger kormányzása igazából arról szól, hogy hogyan próbáljuk ezt a szétszakadó koalíciót egybe tartani valamiféle érdekek mentén, azok az érdekek mennyire rövid, közép vagy hosszabb távon tudnak egyfajta malterként szolgálni, és tényleg ezeket a partnereket összetartani. De őszintén szólva azt volt érdemes látni, hogy Heger sem tudta betölteni azt a háttérből irányító, vagy háttérből a szálakat mozgató szereplő személyét. Egyszerűen azért, mert annyira elmérgesedtek már a viszonyok, és annyira kifele kommunikált az egész koalíció. Tehát minden apró cseprő problémát már a sajtóba kürtöltek szét, ki kivel nem akart, hogyan, ha probléma volt valamiféle válság, ez akkor azonnal rohantak a köztársasági elnökhöz, mindenki a saját kis pecsenyéje mentén próbálta ízesíteni és sütögetni a dolgokat. De alapvetően egy ilyen helyzetben célszerűbb lett volna, hogyha ezeket zárt ajtó mögött szervezik, de ez viszont kellett volna egy olyan stílus, egy olyan karizma és legitimitás, ami Hegernek nem igazán volt, mert hiszen őt azért oda rakták, mégis csak nem a pártvezetője volt, hanem ugye egy pénzügyminiszter volt korábban, és ő került oda egy alku keretében belül. De azt látom, hogy ez egy ilyen rókafogta-csuka helyzet volt. Akartak is kormányozni, de nem ebben a felállásban. Matovic kellett hozzá, de mégse, mert Szulikkal nem szerették egymást, meg mai napig is úgy látszik, ez már így marad. Tehát egy olyan logikai bukfencekkel teli helyzet volt, amiben abszolút nem működhetett semmi sem úgy, ahogy eredetileg azt a szereplők esetleg eltervezték volna. Na most én emlékszem arra, hogy amikor ugye a Heger kormány végleg megbukott, akkor még Eduard Heger ugye miniszterelnökként még az utolsó pillanatig is próbálta mentegetni a kabinettjét. Zuzana Csaputová köztársasági elnök ugye azt a feltételt adta Hegeréknek, hogy amennyiben, ha jól emlékszem, kettő vagy kettőnél több miniszterük távozni kényszerül, vagy távozik, akik helyett ugye nem lehetett újakat kinevezni az adott ügyvezetői, a kormánynak az ügyvezetői jellegéből kifolyólag, akkor ugye Zuzana Csaputová köztársasági elnök már pedig ügyvivői kormányt fog kinevezni. Én egészen pontosan emlékszem arra a helyzetre, amikor Eduard Heger a parlament előtt tartott egy sajtótájékoztatót, ahol az éppen távozó egyik miniszterének a miniszteréről beszélt, olyan értelemben, hogy talán nem is hagyja ott a kabinetet az adott tárcavezető, majd pedig talán bő fél órával később egy másik miniszter is bejelentette, hogy távozik, és ezáltal, vagy ezen túl már nyilvánvalóvá vált, hogy a Heger kabinetnek befellegzett. És hát ezt követte ugye Ódor Lajos miniszterelnök kormánya, Szlovákia első ügyvezető kormánya, hivatalnok kormánya, és nem mellesleg egy olyan kabinet, amit egy magyar ember, Ódor Lajos vezetett. Milyen helyzetben vették át az ország irányítását Ódor Lajosék? Ja, ez a kormány egy 5 hónapot élt meg, ha kicsit tágabban akarjuk számolni ezt az időszakot. És alapvetően, ugye, mint már említettem, korábban az államfő nevezte ki ezt a szakértői kormányt, ugye azért meg kellett találni a megfelelő személyeket, nyilván erre már készült az államfő, illetve az államfői tanácsadói közeg, hogy kik lehetnének azok a személyek, akik kvázi ebben a szakértői kormányban
részt vehetnének. Ugye a kormány maga nem kapott bizalmat a parlamentben, tehát gyakorlatilag államfői felhatalmazásra kormányzott, parlamenttől nem kapott bizalmat, tehát politikai legitimációja gyakorlatilag nagyon minimális volt, hogyha a parlamentről nézzük. Az államfő pedig nyilván addig tudta tartani ezt a helyzetet, illetve addig tudta támogatásáról biztosítani a kormányt, ezt az a képtői kormányt, amíg ugye az előre a választásokra nem zajlottak. Már most ugye nem csak Ódor Lajos volt, ugye, aki magyar nemzetiségű volt ebben a kormányban, hanem azért volt egy pénzügyminiszter és egy regionális fejlesztési miniszter, aki magyar nemzetiségűek voltak, de alapvetően nem ez volt a hangsúly a kormányban, hanem az, hogy gyakorlatilag úgy vezessék az országot abban a maradék 5 hónapban, hogy különféle problémák nem merüljenek fel, és próbáljanak valamiféle jó tanácsot, valamiféle olyan kezdeményezéseket elindítani, illetve jó tanácsokat adni a következő kormánynak, amely alapvetően az ország gazdasági, pénzügyi egészsége felé tereli majd a közbeszédet, illetve a kormányzást a következőekben. Hát alapvetően szerintem ez kevésbé sikerült, hiszen kellett volna egy kicsit megszorítani, kellett volna ilyen-olyan módon átstruktúrálni különböző pénzügyeket, illetve más területeken pedig átalakítani magát a működést. Államigazgatást nézve, családpolitikát és a többi vállalkozások támogatását, egészségügyi, illetve oktatási problémákat. De alapvetően nem is lehet csodát várni ettől a kormánytól. Én azt gondolom, hogy amit rátestált az államfő, tehát az, hogy vezesse az országot kvázi egy ilyen nagy tengeren hánykolódó, vitorla nélküli hajósként, azt megtette. Ugye fontos azt elmondani, hogy Ódor Lajos kabinettjének nem volt parlamenti támogatottsága, ugyanis hát, amint említettük, szakértői kormányról van szó, tehát nem a parlamenti pártok adták az egyes minisztereket, így nem is nagyon tudott a parlamentben semmit átültetni ez a kormány, így a nagyobb reformok, komolyabb intézkedések lehetősége az gyakorlatilag föl sem merült ennek a kormánynak a működése során. Ezzel együtt is azért nem volt unalmas Ódor Lajos miniszterelnöksége. Talán érdekes megemlíteni azt az epizódot, amikor Hamran István országos rendőrfőkapitány, akiről jegyezzük meg, hogy szintén magyar emberről van szó, Hamran István országos rendőrfőkapitány nem értett egyet az ügyvezető kormánynak a belügyminiszterével, és hát a sajtóban megjelent információk szerint Hamran nyomására kellett távoznia a belügyminiszternek. Az ilyen jelenséget hogyan értékeled? Azt gondolom, hogy amikor egy kormánynak nincs megfelelő politikai legitimációja, és fennállnak mindenféle belső problémák, mert gyakorlatilag azt láthatjuk Szlovákiában, hogy a 2020-tól hiába volt meg egy alapvetően komoly társadalmi támogatottság a kormánynak, de ezt nagyon gyorsan elolvadt, és a következő kormányok igazából ebből próbáltak meg valamit főzni, már amennyire lehetett, és a bizalom, ami ezzel a bizalomvesztéssel járt, az lényegében olyan szinten degradálta maguk a különböző intézményi szereplők közötti kapcsolatot, ami nyilván van egy személyes kapcsolat, meg van egy nyilván egy hivatalosabb kapcsolat, hogy ilyen helyzet, amikor egy rendőrfőkapitány nyomást gyakor, és az a belügyminiszter lemond, nagyszerűen azt, hogy most egy politikai szereplőről van szó, vagy egy politikán kívüli szereplőről van szó, alapvetően nagyon ritka. Tehát ez egy olyan különleges helyzet volt, én nem nagyon sem emlékszem, hogy lett volna valami hasonló az elmúlt 30 évben. Ez azt gondolom, ez a kuriózum annak, hogy ilyen áldatlan állapotok alakultak ki az utolsó elmúlt hónapokra, és ebből is látszik, hogy ez a kormány szintén visszatérve az, hogy vezetetlen volt, tehát nem voltak meg azok a sarokpontok, hogy mit is várnak el tőle, azon kívül, hogy húzzuk ki valahogy az előhozott választásokig. És akkor ilyen helyzetekben abszolút belefűnnek ilyen abszurditások, hogy ahogy szokták mondani, hogy a farok csóvalja a kutyát, az őzike viszi a vadászpuskát, tehát alapvetően amikor tényleg a belügyminisztert mondatják le, és nem pártpolitikai társak vagy az ellenzék, hanem egy rendvédelmi, rendfenntartó szervnek a vezetője. Szerintem
megint legalább 30 évnek legalább el kell telnie, hogy hasonló ilyesmit láthassunk akár más kontextusban. Szeptemberben pedig akkor elérkeztünk a választási kampány hajrájához, amiben az ellenzék, hát akkori ellenzék élén Robert Ficoval, illetve hát mögötte a különböző szélsőjobboldali formációkkal a migrációra igyekezte terelni a választóknak a figyelmét. Azzal kampányoltak, hogy rengeteg közel-keletről érkező menekült érkezik Szlovákiába a zöld határon keresztül, és ez már pedig nincs így jól. Majd azt ígérték, hogy ők ezt a helyzetet majd megfelelően kezelik. Na most mit lehet elmondani erről a kampánynak az utolsó szakaszáról? Mennyire viselkedett, mennyire próbálta meg pozícióba helyezni magát az akkor, hát nem ellenzéknek tekinthető, de nem is kormány oldalnak tekinthető Olano, SAS, Zalugyi és Smerodina, és mennyire jól taktizált Robert Fico, illetve hát Peter Pellegrini a HLASZ élén. Ahogy már említettem, gyakorlatilag Fico 2021-től egy kampányüzemmódban működött, tehát úgy építette fel a pártjának a tevékenységét is, úgy építette fel a témákat is, hogy folyamatosan ő uralja a közbeszédet. És gyakorlatilag a 2023. szeptember 30-i választások így volt, tehát minden Fico témáitól függött, az, hogy ő hogy nyilatkozik, mihez viszonyul, mindenki ehhez idomult, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a többi kihívója vagy versenytársa abszolút nem tudott nagyobb hatással lenni a választási kampány időszakra, tehát mindenki megpróbált a saját módján felhívni magára a figyelmet, hiszen emlékezzünk, hogy az Olano, majd még ugye Slovensko, például ugye a Fiat 500-as autókkal járta az országot, 500 eurót ígért a választáson való részvétel, tehát minden olyan materiális javakkal próbált élni, amivel próbáltak úgymond választókat szerezni, de alapvetően a bizalom, ami ugye 2020-ban megvolt feléjük, az 2023-ra teljesen eltűnt, és gyakorlatilag ugyanezt történt azokkal a pártokkal, akik velük együtt kormányoznak, ugye a Zalugyi az gyakorlatilag beleolvadt az Olanoba, hiszen egy választási szövetségként indultak, a Kollárékat, tehát Smerodina gyakorlatilag Kollárnak a sorozatos nőügyei botrányai lenullázták, tehát azt egyszerűen nem tudták kommunikálni, nem tudták védeni, igazából az lett volna a legegyszerűbb, hogyha ő maga visszahúzódik, és pártjából valakit kiebb emel, de ez már túl későn volt, tehát gyakorlatilag ez egy pont olyan helyzetbe került maga a párt, hogy ebből már nem tudott kijönni, és próbáltak valamit kihozni az egész eredményekből, hát ugye parlamenti kívülre találták magukat. Az SAS pedig gyakorlatilag a saját magszavazóiba, illetve a velük is szimpatizáló, velük, illetve a progresszív Szlovákiával szimpatizálók dilemmájából próbált kicsit nyerni, hiszen aki egyikre szavazott, arra valószínűleg szavazott volna a másikra is ilyen esetben, és meglehetősen érdekes volt az a helyzet is, hogy aztán a kereszténydemokraták, illetve az SNS fel tudott jönni, és vissza tudott térni a parlamentben, mert nem sok párt mondhatja ezt magáról, de alapvetően azt látni, hogy az ex-kormánykoalíció gyakorlatilag futott a helyzetek után, futott a témák után, egyszerűen nem volt meg az a szintű együttműködés, és nem volt meg az a szintű irányítás, ami mondjuk 2020-ban Ficoik ellenében megvolt, most Ficonál volt minden labda, minden adóász, és ezt könyörtelenül ki is játszotta. A szeptember 30-án tartott előrehozott parlamenti választást pedig a Robert Fico vezette Smer nyerte meg. Mit láthatunk a választás eredményeiből? Hát kezdjük talán azzal az érdekességgel, hogy ezt nagyon elmérték a közvéleménykutatók. Azért tartom ezt fontosnak, mert nem az első eset, amikor közvéleménykutató cégek valami más eredményt prognosztizáltak, akár exit pollban, akár korábban, és ez itt igazából az volt, hogy a progresszív Szlovákiát hozták ki egyesek győztesnek, vagy nagyon szoros eredményre számítottak az első és a második helyzet között, illetve a HLASZ a harmadik helyen, viszont aztán olyan mérési hibák és
mondjuk úgy, hogy módszertani problémák merültek fel, ami az a vezetett, hogy gyakorlatilag mindegyik közvéleménykutató, amelyek prezentáltak az eredményeket a választások során, hibázott, nem is keveset, nem is kicsit. Hát érdekes lesz majd a következő választáskor, milyen új módszereket, illetve új taktikát fognak alkalmazni. Minden esetre ez a választás nem csak nekik volt sok, hanem azt gondolom azoknak is, akik nagyon abban bíztak, hogy a progresszív szlovák esetleg megszorongathatja, azt mert esetleg top egy pártként le is győzheti. Ugye a Smer vitte a pálmát, progresszív Szlovákia lett a második, gyakorlatilag több mint 150 ezer szavazat volt a különbség a két párt között, vagy majdnem 150 ezer szavazat volt a különbség. Következett a HLASZ, a progresszív Szlovákia és a HLASZ is mind a ketten gyakorlatilag 10% fölötti eredményt értek el, úgyhogy a progresszív Szlovákiának ez volt a második megmérettetés, ugye a 2020-as nagyon mellélőtt választás után. A HLASZ gyakorlatilag először indult, és meglehetősen szép számokat ért el. Sokakat meg tudott győzni, akik nem igazán szerettek volna a Smerre szavazni, vagy a progresszív Szlovákiára, de végül is aztán a Smer mellett kötött ki, ami azt gondolom azoknak a választóknak egy csalódás, akik nem feltétlen a HLASZ mellett tették volna le ekkora voksukat, hogyha azonnal a picóék mellé szegődnek. És aztán a nagy visszatérő idézőjelbe az Igor Matovics féle Olanov volt, akiről nem igazán hitték el, hogy pártszövetségként meg tudja csinálni a 7% fölötti eredményt, 8,8%-ot értek el, már csak azért is, mert nagyon kevés alkalom volt, hogy egy pártszövetség tudott jó eredményt elérni az ország történetében. És aztán jöttek a még nagyobb visszatérők, ugye a Keresztény Demokrata Mozgalom, a KDH és a Szlovák Nemzeti Párt, mindeketten már többször kiestek a parlamentből, ugye a KDH két cikluson keresztül volt a parlamenten kívül, az SNS pedig alapvetően azért jóval többször esett ki és tért vissza, úgyhogy ez is egy kuriózum, ami nem sok ország mondhatja el magáról, akár a régióban, akár a világon, hogy vannak olyan pártok, amelyek 30 éve működnek, és bizonyos időközönként kiesnek és visszatérnek a parlamentbe, és aztán a Szabadság és Szolidaritás, az SZSZ is meg tudta tartani a parlamenti helyét, méghozzá úgy, hogy valószínűleg a progresszív Szlovákiával mond kevésbé szimpatizálók, de ugyanúgy liberális vagy libertariánus felfogású városi választók szavaztak rá. Ők például elvesztették azt a vidéki környezetet, ami megvolt még nekik 2020-ban vagy 20 előtt, hanem inkább ugye a nagyvárosi közegek maradtak meg számukra, és aztán a nagy vesztesek következtek, a Republika, akit nagyon folyamatosan bent mértek, a Szövetség, akit néhol bent mértek, de inkább kint mértek, és aztán a legnagyobb vesztesek természetesen Kollárék voltak, a Smerodina, illetve a Demokratia, akik gyakorlatilag a Hegel kormány élcsapatából álltak össze, és első választáson bizony beszerepeltek. Hát Robert Fico megnyerte az előrehozott parlamenti választást, majd pedig a kormányalakítás következett. Az első napokban valahogy a sajtóban, mintha érezni lehetett volna olyan találgatásokat, hogy talán Robert Fico nem is tud majd kormányt alakítani, hanem a választás második helyezettje, azaz a progresszív Szlovákia próbál majd valamiféle szélesebb koalíciót kialakítani a Peter Pellegrini vezette HLASZ-szal, illetve át további szereplőkkel. Ennek az utóbbi változatnak szerinted volt realitása? Aki most visszanézi esetleg azokat a szerepléseket, nyilatkozok, amit Pellegrini tett, vagy Fico tett, vagy Simecska tett, a témában egyértelműen látható, hogy konkrétumokat próbált Pellegrini kerülni, de azért úgymond a gesztikulációi, a mindig Fico mellett ült, vagy az, hogy hogyan viszonyultak egymáshoz, amikor mondjuk kvázi egy vitaműsorban szerepeltek, és hát nyilván nem támadták egymást olyannyira, mint például a többi kihívó, tehát alapvetően azért lehetett látni, hogy itt azért van egyfajta hallgatólagos megállapodása a két párt között, tehát a HLASZ és a Smer között, és azt gondolom ez egy naív felfogás volt, hogy itt majd Simecskáig tudnak egy akkora ajánlatot tenni Pellegrinek, hogy például ő legyen a kormányfő is, valószínűleg a nagy tárcákat adják, hát ez gyakorlatilag egy pürosi győzelem lett volna a részükről, tehát megnyernék esetleg a kormányalakítás lehetőségét, és minden fontos tárcát a HLASZ-nak adnának, tehát azt gondolom ez egy logikátlan lépés lett volna. Azért mégiscsak 20 évet lehúzott
Pellegrini, a Smerben, Ficoval, tehát azért tudják jól, hogy ők azért együtt tudnak dolgozni, még ha nem is mindenben 100%-osan értenek egyet, de azt gondolom, hogy 70-80%-os egyezés a legfontosabb témákban van, aztán a halaszt lehet használni bizonyos mentségeknek is, lehet, hogy a későbbiekben, vagy a Smert is lehet bizonyos mentségekre használni a halasz részéről, ezt majd az idő eldönti, de azt gondolom, ez egy naiv gondolat volt, hogy itt most egy PS, halasz és más pártok által Smert nélküli kormány alakul. Robert Fico tehát megalakította a negyedik kormányát, amelyben ugye Peter Pellegrini a Halász élén és Andrej Danko az SNS élén áll mellette. Ennek a kormánynak programja is van. Mit tudsz, mit emelnél ki ebből a kormányprogramból? Hát azt gondolom, hogy egy dolog, amit kiemelésre méltó, más dolog az, hogy ugye egy olyan kormány állt össze megint, amelynek vannak elemei, akik visszatérnek a történelemből, tehát az SNS és a Smer már kormányoztak együtt, tehát igazából az aláfelé rendelt viszony ugyanúgy megvan. Itt Fico, illetve a Smer osztja a lapokat, mindenki más pedig alkalmazkodik, nagyjából így néz ki, eddig is ezt látható, tehát a Halász nem igazán próbált meg ellenállni eddig a tevékenységek kapcsán, vagy a kormány működése kapcsán. Fico igazából hozta azt, amit a választásban ígért, tehát visszaállítja azt a kormányzási stílust, amit ő képviselt. Most ilyen szakpolitikai témákat azért nem feszegetnék, mert alapvetően szerintem kevés műsorkeretünk is van erre, másrészt pedig alapvetően majd attól fog minden alakulni, hogy az ellenzék ugye hosszabb távon milyen felállást fog majd képviselni a kormánnyal szemben. Ugye szűk többsége van a kormánynak, 79 mandátummal bírnak a parlamentbe, és alapvetően azt látom, hogy bizonyos szintű demokrácia átalakítást próbálna eszközölni Fico, amit ugye egy párti kormányként, amikor ugye második kormányát alakította és vitte, nem tett meg, harmadik kormányában nem volt rá lehetősége, mert egy szélesebb koalícióban volt benne, és a negyediknél úgy látszik, megteszi, konkrétan ugye bizonyos szintű intézményeket szüntetne meg, vagy alakítaná át, vagy formálna át. Itt érdemes elmondani, hogy mely intézkedésekről van szó konkrétan. Ugye a büntető törvénykönyv módosításával csökkentenék például a gazdasági bűncselekményekért kiróható büntetési tételeket, tehát például a kenőpénz adásáért, elfogadásáért, korrupcióért járó büntetési tételeket jelentősen csökkentenék, de egyébként más bűncselekmények esetében is lejjebb vinnék a büntetési tételeket. Ennél talán érdekesebb, hogy felszámolnák a Daniel Lipschitz vezette speciális ügyészséget, ami több száz olyan üggyel foglalkozik, ami a legsúlyosabb bűncselekmények kategóriájába tartozik, például akár a terrorizmus kategóriájába súlyos gyilkossági ügyekkel foglalkozik, de ez az ügyészség vizsgálja a korrupciós ügyeket is, a előző Fico garnitúra, tehát 2020-ig tisztségben lévő Fico garnitúra jelöltjeinek, politikusainak a korrupciós ügyeit is ez az ügyészség vizsgálja. Illetve még a belügyminiszter átalakítja a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökséget, ugye ez volt az a rendőri szerv, ami nagyon komolyan fellépett a szervezetbűnözés ellen, és egyebek mellett korlátozzák a bejelentő védelmi hivatal jogköreit is. Ez ugye az a hivatal, ami azon személyeket hivatott védeni, akik különböző visszaélésekre hívják fel a hatóságok figyelmét. Például olyan védelmet tudnak adni az ilyen bejelentőknek, hogy nem mondhat fel nekik a munkaadójuk, tehát nem teheti őket utcára a munkaadójuk, ha ilyen visszaélésre hívják fel a figyelmet. Tehát, hogy ilyen lépéseket tesz most a negyedik Fico kabinet, és ezt neveztette bizonyos típusú demokrácia leépítésnek, ha jól értem. Manapság, és a manapság alatt az elmúlt tizen éveket értem, a nemzetközi térben
olyan trendek alakultak ki a demokrácia felfogása kapcsolatban, amelyek alapvetően nagyon más szemléletet képviselnek. És ez látszik Szlovákiában is, bár nem nincs kifejezetten így meghatározva, hogy vannak olyan pártok, kormányok, szereplők, akik úgy gondolják, a demokrácia egy állapot. Tehát ahogy azt létrejött, ahogy azt meghatározták, amilyen intézményeket alakítottak ki, abba való beleszólás, módosítás, az mind változtatás, az mind valami negatívum, valamiféle rossz tényként, főleg, hogy az intézményeket érinti, azokat valamilyen rossz hatásként érik, és vannak olyan felfogással bírók, akik azt mondják, hogy mert pedig a demokrácia nem egy állapot, tehát nem azt most jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam, hanem egy folyamat, ahol alapvetően természetesen megtörténnek olyasmik, hogy intézmények megszűnnek, megalakulnak, a demokráciák fejlődnek, visszafejlődnek, tehát egyfajta hullámként lehet leírni, vannak tetőpontok, vannak mélységek, és gyakorlatilag ezt látjuk a világon, ez a két szemlélet hadakozik, tehát ezt látni az ellenzék, illetve a kormány oldalban, hogy az ellenzék azonnal már azt emelte ki, hogy már pedig itt a demokrácia visszavágásáról van szó, hiszen intézmények szűnnek meg. A kormány oldal meg azt mondja, hogy igazából ezt az intézményt létrehozták valamikor, ugye legalább 2 évtizeddel ezelőtt, és mi úgy látjuk... Speciális ügyészséget most. Igen, tehát erről van szó, a speciális ügyészségről, és mi úgy látjuk, hogy nincs igazából nagy szükség rá, mert hogy az elmúlt évben politikailag motiváltan működött, és amúgy egy volt politikus áll az élén, mint Daniel Lipschitz azért parlamenti képviselő is volt, kormánytag is volt korábbi kormányokban. Tehát nyilván mindkét oldalnak megvannak a saját érveire. Tény, hogy amennyiben az ügyészség megszűnik, akkor majd ki fogja, vagy mi fogja átvenni a szerepét, ugyanilyen hatásfokkal tud-e működni. Egyáltalán az a cél, hogy igazából hatékonyabbá tegyék a működését, vagy az a cél, hogy ezeket a ügyeket, amelyek már elindultak, amelyeket nyomozzák, azokat hogyan fejezzék be. Érinti ezt most csak a mostani kormánykoalíciónak egyes hátországát, vagy bizonyos támogatóid, kedvezményezettjeid, vagy valakik másokat. Tehát én ebből a szempontból közelíteném meg, mert nyilván láthatók ezek a táborszemléletek, így vagy úgy. Én azt gondolom, hogy nem volt a legszerencsésebb ebbe az intézménybe így beleállni mindjárt elsőként a kormány részéről. Ezt lehetett volna sokkal finomabban is tenni, hiszen mondjuk ugye az előző Fico kormány alatt az a Dusan Kovácsik ült ott, aki igazából nem sokat tett, viszont az intézményt addig nem is nagyon vizsgálták, nem is került a középpontba, csak amiatt, hogy hát nem igazán végezte a munkáját, de nem került szóba azt, hogy ezt meg kéne szüntetni, vagy hatékonyabbak kéne tenni, személyváltozás. Ha itt is egy személyváltozást ért volna el valamely módon a kormány, talán kevésbé vitte volna ki az ellenzék az utcára a támogatóit, vagy kevesebb nemzetközi figyelem is irányult volna a kormány miatt. Hiszen mondjuk el azt, hogy a parlamenti ellenzék az tömegtüntetéseket, tiltakozó megmozdulásokat szervezett. Az elmúlt napokban Szlovákia különböző városaiban vonultak utcára az emberek. Pozsonyban a legutóbbi ilyen megmozduláson nagyjából 10-15 ezer ember vett részt. Most azonban tekintsünk ki a 2024-es évre is, amikor is háromszor járulunk majd az urnákhoz. Igen, tehát alapvetően 2024-ben két választás lesz, bár az egyiknek lesz két köre. Az első választás, amivel mi konkrét időpontot nem tudunk biztosan, de az biztos, hogy valamikor tavasszal lesz, ez az államfő választás. Ugye ez egy kétfordulós választás. Már bizonyos jelöltek megindították a kampányt. Alapvetően mindenki várja még, hogy Pellegrini bejelentkezik erre a választásra. Ez egy nagy kérdés, mert Andrej Danko már jelezte szándékát, a kormánykoalíció már egy jelöltet indít, és most egy kicsit furán is vennék ki magát, ha indít még egy jelöltet, tehát miért indít egy kormány két államfőjelöltet, de ez is talán egy szlovákiai sajátosság, hogy egy kormány két jelöltet is tudna indítani, megtenni ezt. Itt már nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fognak felsorakozni a mostani parlament is, parlamentin kívüli aktív pártok, hiszen van egy Ivan Korcsok, aki alapvetően azért egy megosztó személyiség, ugye főleg a liberálisabb, jobboldali szavazók számára közkedveltebb, viszont azért a másik oldalon azért rengeteg kritika él, és a magyar közösségben sem örvend nagy népszerűségnek. Ugye Pellegrini lehet az arany középút, amennyiben
amennyiben tudja kezelni a kormány megfelelően az elmúlt kérdésekben taglalt speciális ügyészségnek a problémáját, illetve a körül felsorakozott ellenzéki obstrukciókat és tüntetéseket, hiszen azért ez ártana az ő kampányának. És hát lesz esetleg nevető harmadik, egy olyan jelölt, aki alapvetően mind a kettőt esetleg nehéz helyzetbe tudja hozni. Azt tudjuk, hogy lesz egy magyar jelölt, Forró Krisztián a Magyar Szövetség vezetőjének nevében, és a magyar közösség nevében. Hát az ő szereplése pedig majd attól lesz majd mérvadó, hogy el tudja érni ugyanazt az eredményt, mint egy Bártos Gyula elsőként, aki indult ugye magyar jelöltként annak idején, vagy rosszabb lesz, és mondjuk a Bugár Béla féle szintet hozza, tehát neki majd amiatt kell aggódani, hogy ez egy 3%-os eredmény lesz, vagy inkább egy 5% és fölötti eredmény. Ezt mindenképpen fontos elmondani a nézőink számára, hogy a beszélgetésünk idején mi még nem tudjuk, hogy Hamran István elindul-e az államfői posztért, vagy sem, ugyanis a kettőnk beszélgetését hétfőn délután rögzítjük. És aztán lesz egy második választás, az EP választás, az Európai Parlamenti Választás, azt tudjuk, hogy június 6 és 9 között fog zajlani. Ugye ez Európai Unió szerte, tehát nem háromnapos lesz a választás Szlovákiában, hanem egy napon fog ez történni. És hát ennek ugye pártok indulnak továbbiakban is, és hát nagyon fontos, hogy az államfő választáson mely párt hova helyezkedik, hova pozícionálja magát, a sikeres jelölt mellé, vagy a leszereplő sikertelen jelölt mellé, hiszen ezt pár hónappal később át tudja menteni az EP választásra, amennyiben jó sikerül a kampánya, és jó pozícionálja magát, és megfelelő támogatást tud szerezni már az államfő választás úgymond felsorakozásakor. Akkor ugye az EP választásban pedig majd az lesz az érdekes, hogy kik lesznek azok a kevésbé ismert, de nagyon ambíciózus politikusok, hiszen általában itt a pártok mondjuk úgy, hogy a másodvonalasokat szokták jelölni, hiszen minden párt számára alapvetően a hazai parlamenti választás a legfontosabb. Az EP-be viszont olyan jelölteket kell delegálni, akik azért nemzetközi szinten is megállják magukat, jobb esetben, illetve hát rendelkeznek bizonyos szakmai múlttal, esetleg több cikluson már az Európai Parlamentben képviselték Szlovákiát, tehát ott általában az első három név szokott, akik úgymond erősebbek lenni, nem az első tízes. És aztán ugye majd érdekes lesz látni, hogy milyen üzenetekkel fognak az EP választáson kampányolni, hiszen azért Szlovákia is párszor összerúgta a port az Európai Unióval, főleg a Fico vezette kormányok. És a másik oldalon, pedig ugye a liberálisabb, jobboldali pártok esetében ugye lesznek olyan témák, amelyben hát gyakorlatilag vagy azt mondják, amit eddig mondtak, tehát európai párti politikát fognak képviselni és irányvonalat, vagy valamiféle mérsékeltebbet. Gyakorlatilag arról fog szólni az egész, hogy vagy egy európai Szlovákiát akarnak, egy mélyebb integráció felé húzódó Szlovákiát, vagy egy erős, szuverén európai tagországú Szlovákiát akarnak, ahol Szlovákia alapvetően önmaga érdekeit képviseli, amely nem biztos, hogy minden esetben egybevág a brüsszeli európai vezetés érdekeivel, ugye ez a szuverén versus nemzetállami, illetve föderalista felfogásoknak a harca, ez már nagyon régóta húzódik. És hát itt is fontos lesz majd, hogy a magyar lista majd hogy fog összeállni, ki lesz az élén, ugye Berényi Józsefet rebesgetik, de kik lesznek a többiek, hiszen azért egy ember, egy fecske nem csinál nyarat, ezt már láthattuk jó párszor a Magyar Szövetség esetében, de gondolom majd magyarokról később is beszélünk. Így van, mégpedig most, hiszen egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk, a szövetségnek a 2023-as teljesítményéről. Ugye arról a pártról van szó, amely a napokban átnevezte magát Magyar Szövetségre. Tehát hogyan indította az évet a szövetség? Én azt gondolom, hogy 2023 az nem lesz a legjobb éve a szövetségnek, vagy nem volt a legjobb éve. 2024-es még lehet, jobb egy picivel, de ehhez sok minden kell. Tehát 23-ban ugye három nagyon fontos dolog történt, szétesett a szövetség, tehát a híd platform, ugye még akkor volt platform, teljes vezetés gyakorlatilag felállt és elment, maradtak természetesen híd tagok a pártban, de úgy gondolom azért szakmai szempontból, politikai tapasztalati szempontból, a szlovákság felé való ismertségük szempontjából ez egy nagyon marginális
csoport maradt, még hogyha létszámában azért nagyobb is, mint akik elmentek, de ebből a szempontból azért vesztett ezzel a szövetség, ami azt gondolom egy hiba volt, mint a párton belüli erőviszonyokat felborító MKP, ex-MKP ugye, illetve a híd részéről, ex-híd részéről, hiszen ez egy régóta folytatott torzsálkodásnak a kicsúcsosodása volt, mondhatjuk így, tehát a 2010 óta egységes MKP pártszakadásnak, az összeborulásnak a újabb szétszakadása, hogyha így tudnánk összefoglalni, és azt gondolom, itt olyan személyes sértettségek, és olyan szakmaiatlan hozzáállásból fakadt ez az egész szakadás, amit el lehetett volna kerülni, meg lehetett volna tartani, egy olyan újabb feltételek mentén való alakítás lehetett volna létrehozni, ami igazából nem is tartozott volna a nyilvánosságra. A legnagyobb probléma azt gondolom az volt, hogy nyilvánosság előtt zajlott el az egész hercehúrca, és ez borzasztóan megmutatta majd a választásokon a választói akaratot, pontosabban a visszalépést a választóknak a magyar szövetség listájától. A második esemény pedig ugye Gyimesi György csatlakozása volt, aki felkavarta az állóvizet. Ő volt az, aki úgymond kiváltotta ezt az egész szakadást, de úgymond ő volt a megy, vagy a cseresznye a hab tetején, hiszen ez már benne volt a levegőben, az, hogy ő volt ugye a casus belli, aki miatt ez az egész létrejött. Igazából hozott is, de legalább annyit el is vitt. Stílusában mindenki frissességet hozott, az, hogy szókimondó, az, hogy egy sarkos véleményeket képvisel, az a kritikus, hangos, aki úgymond eddig a Magyar Szövetségből talán hiányzott, vagy nem így tudták eladni azokat az üzeneteket, amiket kellett volna. Viszont tény, hogy az ő ezért egy sötét ló lesz a párton belül, hiszen bár alelnöki pozíciót kapott, de ki tudja, hogy megelégszik ezzel, hiszen parlamenti képviselő volt, most pedig parlamenten kívül találta magát, ugye? És megelégszik-e azzal, hogy alelnök, hogy ő kvázi egy pártba tagozódik be, és vajon próbál-e esetleg alakítani a párton, próbál-e valamiféle saját tábort gründolni, és befolyást szerezni párton belül? Azt még idézzük fel, hogy a szövetség a szeptember 30-ai parlamenti választáson 4% feletti eredményt ért el. Csak nagyon röviden ezt az eredményt a pártnak az akkori kondíciójához képest egy jó vagy egy rossz eredménynek tartod? Én azt gondolom, hogy minden olyan eredmény, ami ugye a választási küszöb alatt születik, az egy rossz eredmény párt számára, hiszen azért indulnak el, hogy bejussanak a parlamentbe. Ugye ez volt az ötödik veresége gyakorlatilag a magyar etnikai érdekképviseleten alapuló politizálásnak, ami azt gondolom arra engedtethetne következtetni, hogy már pedig ez a hozzáállás, ez a taktika, ez nem nyerő. Tehát ötször falnak menni, szerintem senki számára sem éppen egy kellemes élmény, és pont voltak olyan pártok, amik vissza tudtak jönni a kiesésből, a KDA és az SNS, érdemes lenne tőlük tanulni, megnézni, hogy ezt mondjuk ők hogy csinálták, és érdemes lenne elgondolkodni azon is a szövetségnek, hogy ez az etnikai vonalat megtartva, vagy továbbfejleszt egy interetnikai vonalra kitekinteni a jövőre nézve, bár ennek hajlandóságát nem látom jelen pillanatban, de azok a választók, akik vegyes vidéken élnek, és pont mondjuk a Hlaszra szavaztak, vagy a Smerre szavaztak, vagy a PSZ-re szavaztak, hiszen gyakorlatilag körülbelül a magyar választók, vagy a magyar nemzetiségű, vagy vegyes választók, akkor mondanám ilyen kategóriában, 40% a nem magyar pártra szavazott, hanem a szövetségre, a Magyar Szövetségre szavazott, és ez pedig egy komoly veszteség volt a párt számára. Úgyhogy az interetnikai vonal, aminek van egy történelmi vonala is, hiszen az együttélés is ebből indult annak idején Durai Miklós vezetésével. A híd is emiatt tudott sikeres lenni, bár akkor más hazai közeg volt, de végül is ezt tudta sikeressé tenni. Talán érdemes lenne ezt egy kicsit újra gondolni, leporolni, úgymond olyan szinten feleveleníteni, ami hasznot hozna a pártnak hosszabb távon, és gyakorlatilag egyfajta innováció is lenne a szlovákiai teljes politikai spektrumban ismét. Csak nagyon röviden, mit vársz a Magyar Szövetségnek az Európa Parlamenti választáson való szereplésétől? Mandátumot szereznek-e? Ha igen, egyet, kettőt, hogyan látod?
ugye 5 évvel ezelőtt nem szereztek mandátumot, tehát most igazából nagyon erős kampányt kéne folytatniuk, hogy mandátumot szerezzenek. Én azt gondolom, hogy Forró Krisztián államfőválasztási kampányától is fog majd függni, hogy mennyi lesz az a megszólított választó, tudnak egy akkora feszes tempót tartani, és milyen üzeneteket tudnak majd operálni a választók felé, hiszen mondjuk meg őszintén az, hogy a Magyar Szövetség meglehetősen kritikus volt az Európai Unióval az elmúlt időszakban, tehát képviselte azt az álláspontot, amit a magyar kormány, az Orbán kormányok képviseltek, illetve a Fico és a Smer, vagy az SNS éppenséget, tehát bizonyos szempontból kritikákat fogalmaznak az Európai Unióval, ugyanakkor jobboldali pártként, illetve hát azért ugye a nemzeti kisebbség esetében, nemzeti közösség esetében azért az Európai Unió egy megkerülhetetlen szereplő, tehát az, hogy például úgymond a nemzetállamokat egy kicsit megregulázzák, csak az Európai Unióhoz fordulhatnak, tehát egy ilyen ambivalens helyzetben van, és azt gondolom, most próbálni kéne egy pozitívabb üzenetet indítani az Európai Uniós, Európai Parlamenti választásokon, hiszen nagyon fontos lenne, hogy ne csak mindig a negatív, a kritika hangozzék el, hanem az is, hogy mit tudna elérni a szlovákiai magyar képviselet az Európai Parlamentben, hiszen az elmúlt 5 évben nem tudta senki se képviselni ezt a közösséget. Azért, amikor ott voltak, akár Csáki Pál, akár Duka Zólyomi Árpád, akár Nagy József, Bauer Edit, akkor azért legalább volt egy nemzetközi figyelem erre a közösségre, legalább volt egy észlelés, hogy mi itt vagyunk, élünk és vagyunk, és tudunk magunkról, és tudjuk magunkat képviselni, hiszen van egy jó pár olyan nemzetiségi közösség Európában, amelyek ott vannak az Európai Parlamentben, érdemes lehet tőlük is tanulni. Ezt a nemzetközi vonalat mindenképpen újra kell vinnie a Magyar Szövetségnek, újra kell tanulni, ahogy tetszik. Hangács Istvánnak, a Méltányosság Politika Elemző Központ szakértőjének köszönöm, hogy az Új Szó stúdiójában elemezte a 2023-as politikai évet. Én is köszönöm. Ezzel pedig mai műsorunk végére értünk. Nézőinknek köszönöm az egész éves figyelmet. Kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt kíván a műsorvezető Címer Gábor. A viszontlátásra!